Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! 2022. augusztus 15-én itt a Hírtorony híradó jelentkezik Budapest 20. kerületéből, leánykori nevén Kispest Erzsébet. Erzsébet. És Ken Rudolf úrnál, aki maga is postakalapmász. Tehát Ken Rudolf úr a riport alany, segítőtársam Adárma Péter. Először is nagy tisztelettel megköszönöm, hogy fogadott minket, és hát csapjunk a közelébe. Első kérdésem, mióta galambászik? 1968 óta. És gyakorlatilag rövid, közép vagy hosszú távú versenyeken vesz részt, vagy melléket szereti jobban? Hát én magát a galambot szeretem, mint említettem, a Várszegi Béla által ő engedte mindig a nyugat-német galambokat, és akkor mindig maradtak tojások. Aha. És én azt ott nála fölneveltem, és mikor sok volt, akkor én azokból kaptam. És hát így kezdtem el galambázni, mert nekem a futball volt az első, az a mindenem. Nekem. Érdekes dolog ez, sokan merítettek azokból a nyugat-német eresztésekből, nem jut eszembe, hogy milyen Pista bácsinak hívták Budafokon, az is nagyon sok-sok tojást elhozott onnan. Ez egy kis zárójelben kívántam ezt megjegyezni. Először is nagyon szépen megköszönöm Adelman Péternek, hogy összehozta ezt a találkozót. Mit cél vezethet erre Péter, hogy jöjjük ide? Mi volt a cél? Kettő célja volt. Első az eredmények. A Rudi bátyám hosszú távú bajnok lett ebben az évben 2022-ben, itt a B2 kerületben versenyzik, az Erzsébeti Egyesületben. Közép-Magyarország bajnokságban ugye negyedik összesítettbe, ez is egy hatalmas nagy eredmény. És a tavalyi évet is ki lehet emelni, mert tavaly a Derby klubba versenyzett ez, igen, a gyűjtőkör, és az Rudi bátyám jobban tudja, hiszem hosszú távon harmadik helyen végzett, jól mondom? Igen, igen. Tehát ezek olyan eredmények, amiatt már érdemes volt, illetve beszélgetünk majd erről, itt sincsenek ilyen óriási, nagy, hatalmas galamblétszámok, tehát mindenki által teljesíthető galambkerettel, sőt, tavaly évben én arra fölfigyeltem, 6 galambot küldött hosszú utakra, és így sikerült az eredményt. Mennyi madár indult ezeken az utakon? Összesen kerületi szinten. Kerületi szinten volt ez az eredmény? Kerületi szinten. Az egyik része kerületi szinten, a másik része meg van a zóna szinten. Tehát a Közép-Magyarország bajnokság az. Azt már... Én nem tudom. Nem az egyesületi eredményre beszélünk. Nem, arról nem. Az egészről. Igen, értem. Mennyi madár indult egy-egy ilyen verseny alkalmával? Nem tudom én megmondani. Ott tőlünk olyan 500 körül ment. De a mi egyesületünktől csak. De egyébként, hát nem, én nem tudom. Nagyságrendileg sem megközelítem. Én nem tudok semmit, mi én a kezelni hát sem ez tudjuk. Ez körülbelül most úgy lehet, hogy közbeszólhatok a létszámok illetően. Zóna szinten pár ezer galamb, ugye ez csökkenő tendenciát, igen, mutat. Mindig az első hosszú útra megy a legtöbb galamb, és ahogy ugye megyünk a szezon vége felé, egyre kevesebb. Kevesebb mevesznek, régen is így persze volt. Nincsenek már akkora galamb létszámok, mint 5-10 évvel ezelőtt, mert ugye csökken a galambászok létszáma is, ezáltal a küldött galambok száma is. 4-5 ezer szerintem az első utakon, még zónaszintről beszélünk, és később ez lehet, hogy csak 3 ezer, most én sem néztem ennyire persze, utána. Persze. Kerületi szinten meg, hogy kerületben elmegy hosszú távra már 1000 galamb, az sajnos már jónak számít. Na, hát akkor jó, nem, itt több mint 1000 galambról van, több mint 1000 galamb. Gyakorlatilag akkor 1%-on belül nyerte meg ön az eredményeket, értem az eredményeket. Jaj, én azt sem tudom, hogy mik ezek. Vagy a százalék. A Rudi bácsi a kerületi hosszú távú bajnok. Innentől kezdve ott a helyetések mindig jobban vannak, meg különben. Mindig, hát egy százalék, hogy bőven egy százalék. Bőven. Persze. Igen. Milyen madarakkal versenyzik? Honnan szerezte be, ha lehet erről szó? Hát a galambjaim, én nagyon, hát először, mikor versenyeztem, ugye hát... De jelenleg is aktív versenyző. Persze, igen? Persze. Csak amikor, mert egy időben abba hagytam, mert Belgiumban jártam ki futballozni kispályára. Oh. És az két versenytől elvett. Tehát akkor gyakorlatilag kétszeres sportember. Hát én persze, hát én nagyon, nekem, én nem is, én csak most, mikor, most már teljesen nem futballozok, most, hogy 77 éves vagyok, csak lábtenisz ezek. És most már csak a galambok.
Ne, hölgyeim és uraim, eszembe jutott Budafoki Pista bácsi, hát a Galambos Pista bácsi volt az, aki sokat merített, tudnék, a Margit szigetről engedett nyugat-német galambokkal, mert a tojásokat onnan gyűjtötték be, és azokkal nagyon-nagyon komoly eredményeket értek el. Én nem. Nagyon-nagyon sokat. Nekem a Várszegitől így kaptam, de én nekem nem onnan vannak ezek, hanem a Pali barátom, a Tasi Pali barátom, a Berencsi től vett egy kampuly szímet. Igen. És én azt megvettem a Palitól. És annak nagyon-nagyon jó gyerekei van, de ugye azok is rövid távok, meg a Rokikat. Most én a Rokik... Ezek melyik Rokik, ha már itt Rokiról beszélünk? A Rokik a... Ami a Tasi Palinál volt. Ami a Tasi Palinál, igen. Az Eierkamptól származó Rokik. Igen. Ezt hozta be a Kovács Misi. Igen. És ezek a galambok, ezek az ilyen 35 fok melegeket rettenet, és a déli, a pofa szelet rettenetesen bírják. Érdekes információim szerint a Roki vonal minden, ahová került, mindőt beváltak. Hát a Kuli Sanyi, mikor megvette ezt, betett 5-öt, akkor még 5 hozta a pontot. Igen. Az nem jó, szóval az is jó, de most a jó a 3, mert mennél kevesebbet küldesz, tehát kevesebb hozza a pontot, annál gyorsabb a csapat, annál gyorsabb. És betett, hát 10-et tett be, de 5-öt úgy stoppolt, hogy 8 óra 20 perc, 10 másodperc. 20 perc, 20 másodperc, 20, tehát 8 óra 20 perc alatt lestoppolt az 5-öt. 8 óra 20, és a Pintérék kezdtek 8 óra 30-kor. És ez a Roki vonal volt? Ez a Rokinak 5 gyereke van. Na de ez 350. És azok élnek még ezek a Rokiból származók? Hát hogy ne élnének? Egyébként hogy? A kettő tojó volt, ugye? Helyer Kamp tojó. Kettő. Egyik kettő. Volt a Roki tojó, és egyik volt a Roki tojó, a másik meg az 51-es, az egy szállító tojó volt. De a Pali azt favorizálta inkább, nem a Kovácsoltat. Uh-huh. És az a Kovácsolt nagyon... volt a Roki. Igen, Roki volt a másik is, a szál is, csak ő ezt favorizálta, a jobban a szálit, mint az izét. Na most én a Palitól vettem két tojót, és azokat párba raktam, elhoztam a Palitól, kölcsön kértem két hímet is, uh-huh. És párba raktam őket, és ezzel lett nekem 4 darab Roki. Tehát az tiszta Roki volt. És utána a Kulis Sanyi mondta nekem, hogy Rudi, romai neked szerezzél, mert azok ebben nagyon jók. És akkor úgy tettem őket össze. És honnan tudott még romaint szerezni? Romaint szereztem, azt is a Palitól is szereztem, meg honnan szereztem még, már nem tudom megmondani. Még a Tagserer Gyuri rád is voltak romaint. A Tagserertől nincs itt az asszony, ott komoly pénzért vettem egyszer egy kampuisz hímet, egy fakót. Igen, volt nála egy fakó kampuisz. Fakó kampuisz. Azt nagyon régen vettem meg én. Akkor még, hát jó, kerestem 80 ezer forintért. Semmi nem jelent belőle, sajnos. Hát ilyen is van persze. Sajnos. Hát ilyen galambázokban ilyen is. De ez a kampuisz, amit a Palitól vettem, ezt a Berencsi barátom hozta be. És az, hogy magyarázzam meg, olyan gyerekeket hozott, hogy nem igaz. És ezeket tettem össze ilyen falonokkal, delbárokkal, meg most a jandagalambokkal, mert a jandagalambok azok mindegyik ilyen 100-tól 1000-ig. Uh-huh. Hát nem 1000-ig mondjuk, mert mi csak 7-800-at. Tehát gyakorlatilag anurul galambokról beszélhetünk. Igen, ez igen, esetben. Igen. Beszéljünk néhány szót a versenyeredményekről. Péter, te tudod egészen pontosan évekre visszabontva, hogy mikor milyen eredmények voltak. Ennyire visszabontva, nem tudom. Kedves, segítsél nekem. Utóbbi 2 évről beszéltünk, tehát a 22-es, meg a 21-es. Én csak most hagytam abba, és most figyeltem úgy fel ezekre, úgy, hogy meg elkezdtem özvegyezni. Mert én nem özvegyezem, engem nem értem. Mióta özvegyezik? Talán egy 5 éve. Na mindegy, térjünk rá erre az eredményekre, jó? Akkor megismétlem még egyszer. Tehát segítsen. A 22-es idejében Luli bácsi a kerületi hosszútávú bajnok a B2 kerületben, Közép-Magyarország bajnokság,
negyedik hely, tehát a teljes zónáról beszélünk a négy kerület esetében. Tavaly évben pedig a derbibe, ugye az nem tudom, 30 szakányos kerület néven futott. Igen, ott nagyon sok ott galamb volt. Hosszú távon volt a harmadik helyen. Harmadik voltam. De én van olyan információm, hogy ott valami kubanc volt, azért került a harmadik helyre, vagy nem igen, jól tudom. Igen, 20 a Gotthard úr vert meg 10 ponttal, és a nagypál az 2-vel. És egy 6 galambot küldtem, és a 6-at nem tették föl. És ott is kerületi 3., 4., és azt hiszem 10. lettem volna, amikor megjött ez a galamb. És megjött a galamb, nézem, hát nem, nincs, nem mutatta ez a óra. Fogtam, megfogtam, ráraktam, nem vette. Tehát gyakorlatilag a gyűjtésé nem lett az órára nem lett rátéve. Aha, és ha az rá lett volna téve, akkor az hozott volna 20-valahány pontot. Mert Lipcséről beszélünk. Igen, igen. És ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy akkor 20 ponttal, akkor 10 ponttal vertek meg, igen. És akkor 20 pontot kaptam volna, akkor én nyertem volna a tavaly is, igen. És ez véletlen volt, hogy nem raktál? Nem, ez véletlen. Itt nálunk nincs olyan, mi összejárunk, mi barátok. Ja, értem. Nem, mi minden. Csak a véletlenség. Persze. Meg beszélgetek, mert akkor sok külföld, nem külföldi, hanem akkor jöttek. 10-20 körül voltunk, csak az egyesületben. Mert a budafokiak, meg ilyenek is ott voltak. És olyan nagy beszélgetések, meg Dunaharasztiról, meg mindenhonnan jöttek hozzánk. Mert a Tibi, az ő, mi egyikünk se ért ezekhez a csippekhez, meg ezekhez a akármihez. Ez a Pálos Tibi? Pálos Tibi. Ha ő nem lenne, mi nem is küldenénk. Mi csak a régi csattogós órát tudnánk. Ez azt se tudjuk, hogy mi, hogy kell, mit kell. Ő az elnök? Ő az elnök is, meg ő csinál mindent. Hölgyeim és uraim, egy kis technikai szünet következik. Megértésüket köszönöm.